18 portré festmény díszíti a szekszedi polgármesteri hivatal falát. A képeken látható személyek között mások mellett az informatika hazai úttörője, költő, műfordító, püspök és borászok is megtekinthetőek. Ők azok, akik a közel elmúlt két évtizedben kiérdemelték azt, hogy a Tolnai megyeszékhely díszpolgárai lehessenek. A róluk készült alkotásokat egytől egyig a Munkácsi Mihály díjas Baki Péter készítette. Szerencsémre engem kértek meg az első portré készítésére, és ez aztán hagyományá vált, úgyhogy ez egy baromi megtiszteltető dolog, hiszen ha körbenézünk itt a falon, és nézzük ezeket a portrékat, akkor ezek minimum európai hírű emberek, néhány világhírűvel is megspékelve, úgyhogy, és hát Szekszárd tényleg büszke lehet erre a sorra, és ez egy nagyon megtiszteltető, hogy ezt én megfestettem, és szerintem Szekszárd részéről pedig egy rendkívül nagy megtiszteltetés, hogy ezt föltette ide a polgármesteri hivatal falára ezeknek a személyeknek a portréit. A portréfestés nem könnyű feladat, még a legjobb kezű művészek számára sem. Mindegyik egy kicsit nehéz is volt, mindegyik egy kicsit élmény is volt. Nem, tehát ez egy olyan dolog, hogy mindegyiket öröm megfesteni, de igazán az az öröm, amikor elkészül. Ez az igazság, mert nem könnyű. Ugye jó részük, egy részük az fénykép után készült, olyan fénykép után, ami egy személyigazolványból vagy bármilyen került ki, tehát arról megfesteni egy portrét nem egy egyszerű dolog, de a többi, de nem, tehát nem, hogy mondjam, nem volt bennem keserűség, öröm volt, és mindig élvezett volt a végén megnézni, hogy mivé lett a dolog. Az alkotás folyamatát megkönnyítette, hogy a portrékon látható személyek közül többeket is személyesen ismer Baki Péter. Többségüket ismerem, szerintem javarészt sikerült. Tudom, hogy volt, aki nem volt elégedett vele, de hát ezt én festettem. Én döntöttem végül is, hogy milyen formában kerülnek fel a vászonra. Én úgy érzem, hogy mindegyikben megvan az a határozott él, az a határozott vélemény, amit ők alkottak a világról, illetve amit én gondolok róluk. Úgy gondolom, hogy ez így rendben van. Tisztelni, mindegyiküket rendkívül módon tiszteltem, aminek a festése alatt is és nagy élmény volt Kovács Győző portréja, mert Győző az egy fantasztikus egyéniség, és több órát és két-három napot is velem töltött a műterembe, és fantasztikus élmény volt a vele való beszélgetés, és az a pár óra. Úgyhogy én úgy érzem, így visszatekintve, hogy az övé volt a legnagyobb élmény, de bármelyiké, akár a borászok közül, vagy a Baka Pistának kapott, ami ugyan halála után készült, de ő hozzá olyan érzelmi szálak fűznek, hogy az is egy nagy élmény volt, vagy a Mésző Miklós, hogy nagyon. Tehát tényleg bármelyiket mondhatnám, mert mindegyikhez fűződik valamiféle személyes élmény is, legalábbis a személyekhez. Szekszárdon közel kettő évtizede került ki az első portré a hivatal falára. Idén Petrics József mézes kalács készítő mesterképe volt a soron. Gyurkovics János, alpolgármester azt mondja, fontos, hogy a megyeiugú város vezetői minden évben így emlékezzenek a település legkiválóbb szülötteire. Komoly lemaradásaink voltak itt a múlt évben. 7-8 díszpolgár festménye hiányzott, és felvettük a kapcsolatot a művész úrral, és nagyon örülünk annak, hogy gyakorlatilag most teljesen naprakészek vagyunk. A 2021 éves díszpolgár, a Petrics úrnak a képét azt a mai napon vesszük át, és természetesen nagy körültekintéssel majd az elhelyezést is meg fogjuk oldani. Bízunk benne, hogy ez a
folyamat folytatódik, folytatódni fog, mert 2022-es évben is már van díszpolgára a városnak. Két alkalommal is voltak vendégek itt a nyár folyamán a hivatalban, és örömmel mutattuk meg a sorozatot, és hát mindenki csodálkozott, hogy kérem szépen ilyenre is gondol a város, a városvezetés, és ilyen formában, ilyen méltó módon, természetesen a produktumokhoz, a produkcióknak megfelelően vannak elhelyezve és tiszteletbe tartva. Én bízom benne, hogy folytatódik a folyamat, és kérem szépen ez egy üre színfoltja lesz mindig a város életében.